Ha kérdéseid vannak. Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj. A válaszokat keresel. Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne árcson. Ha szomjazol a tudásra... Fogalmat sincs, mivel állsz szemben. A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság. Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín? Elmondjuk a megoldást. Hallani akarom az ajánlatot. Roboraptor Rádió. A Geek Kibeszéli Podcast. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Roboraptor podcast harmadik adása, számban a harmadik adása, mármint nem az én számban, hanem úgy általában a soron következő, a soros adása. Vettétek az üzenetet? Remélem, Életem. remélem. Remélem, remélem a számlámat, hogy jön-e már rá az utalás. Jó, akkor akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is várható a mai adásunkban. Ugye a múlt héten tettünk egy ígéretet arra, a, Csomó mélyvízi gondolatunk után, hogy egy kicsit áttérünk a szárazföldre. A szárazföld egyébként egy, egy, egy elég tág hely, ahol nagyon sok minden megfordul, de mi ugye aktualitásokban gondolkodunk, ezért a kémfilmek lesznek. A mai témánk, ugye az aktualitás pedig nem más, mint a Kingsman. Képregény adaptáció, vicces módon egy Marvel kép, képregény adaptáció, amiről szerintem nem mindenki tud. Ez Erről miért vicces. Már azért, ő... mert úgy egy újra kaptunk egy Marvel filmet igazából, úgy, hogy nem tudjuk, hogy az igazából egy Marvel adaptáció, vagyis egy Marvel képregény adaptáció. Na de engedjétek János. meg azért először, hogy bemutassalak titeket. Ugye velem szemben ő eh, Pongrácz Máté kollégánk Szia! Nem írad. ti a hallgatóknak köszönök, mert úgy nektek már köszöntem korábban. Jó, de most, na mindegy. Mellettem pedig Zsútér Indi Dániel, én pedig Szaniszló Róbert vagyok. Kicsit megfogyatkozva, bár törve nem, ugye, hogy idézzek nagyjainktól, Mucsiska László sajnos nincs köztünk. Már <laughs> nem hallt <hadd> meg, <laughs> <laughs> Picit olyan volt, mint egy ilyen kezdődő ilyen ne nekrológ bejelentést Igen. mondanál fel. Sajnos már nincs, nincs köszönöm és mindenki elkezd nevetni, szóval. Nem Mi, öröm, nem öröm hír. Beszéljünk egy kicsit előszörnek rögtön a Kingsman 2-ről, az Aranykörről. Milyen jó lett volna Aranyér lenne a címe, de nem az, mindegy. Tehát akkor Lehet, hogy az aranykör Kingsman aranykör, aranykör csütörtökön mutatták be hazánkban és a mozikban. Rögtön egy gyors vélemény, nektek hogy tetszett ez a film? De... Gyengébb, mint a más. Az első, és, és, nekem ennek ellenére szórakoztatónak találtam, különösen Julia moore a karaktere, ami számomra nagyon megkapó volt. az emberevő 50-es évek mániás, pszichopata, drog, világ elvezető. sok elemében azért ez egy gyengébb film lett szerintem. Máté? Alapvetően alapvetően egyetértek, szóval tökre megértem azokat, akik azt mondják, hogy egy fölösleges, tipikus folytatás, ami arról szól, hogy minden nagyobb, minden látványosabb, mindenből több van. Még ha így lenne. És, de az a, szóval csomóan érezhetik azt, hogy ez a tipikus folytatás, amire úgy sztoriban nem igazán volt szükség, nem nagyon ad hozzá az előzőhöz, nincs is meg benne az a svungerzet, amikor leülsz és jön egy ilyen nagyon egyedi film, mint a Kingsman, és azt mondod, hogy hú, bazd meg, ez milyen friss és újszerű, nyilván ez a folytatásban már nincs meg, de ennek ellenére én is végig szórakoztam többnyire, tök jól éreztem magam, olyannyira ilyen feel good akció blockbuster mozi volt, hogy a végén be is szaladtam a média és törlesztettem nagy adósságomat, és megvettem az előző részt Blu-ray-en, szóval, ja, ja, nem volt rossz az egyszer nézhetős szódával elmegy popcorn mozi. Nekem igazából pont annyira tetszett, mint az első rész. Volt egy, volt egy hat számomra egy hatalmas nagy logikai baki az egész filmben, ami, ami, egy kicsit azért megdöfte a dolgot, de, de egyébként én azért gondolom ezt pont ugyanolyan jónak, mint az első részben, mert az első részben még hatott az újdonság ereje, végre jött valami új a vérfolyamban, megjött a vérfrissítés, ami ugye az akciófilmekre manapság már az egymás, egymást kopizó akciófilmekre nem igazán jellemző, és itt most volt valami új, valami, 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 szebb, valami, valami pörgősebb, valami szépen összerakottabb. Viszont, viszont elkem ez a logikai baki, ez teljesen meglőtte a dolgot. Elkezdtem mondani, hogy gondoljátok, beszélje, beszéljek az, igen, az igen. maga a főgonosz. ez spoiler spoiler. És most, hogy elvesztettük az nem, összes nem az, az, nem az a spoiler, amit rá De, az az, az a... a spoiler, arról fogunk beszélni. A taxinok a spoileréről. Na már, a na már megint ott tartunk, ödösele. hogy na mindegy. Ma magánakciózik. Magának már, magánakciózik, igen. igen. igen Elkezd Nem Szóval a főgonosz? Szóval a főgonosz szóval fő volt az, aki egyébként egy kicsit eh, hát eh, nem volt túl konzekvens, nem volt túl észszerű. Képzeljétek el ugye, hogy az volt a filmben ah, láttátok és valószínűleg láttátok hogy ő bejelenti azt, hogy az összes árult drogjában elrejtett egy ilyen betegséget, egy ilyen vírus -szerű dolgot, ami fokozatosan, nagyon csúnyán kinyerje a droghasználóit. És azt kérte az ellenszerért cserébe, hogy legalizálják az ő bizniszét. De most kérlek... Ha meghallod, hogy az adott termék egyébként mérgezett, meg bármikor meg megmérkezhetik, megmérgezhetik, mikor fogod te azt ismét megvenni? Tehát meg is lőtte a bizniszét. Azért abban azért a nincs igazad, azért nincs igazad, mert a, ezzel a plusz szerrel, amit hozzáadtak a kávítószerhez, ezzel akarták sakban tartani az Egyesült Államokat és a világvezető drogkarteleit. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy ez a nő eleve utazik gyógyszerben, kábítószerben, meg mindenféle szerben, és azzal fenyegetőzött, hogy ha nem legalizálják a kábítószer birtoklást, tulajdonlást, forgalmazást, adást, vételt, akkor ez a szer nem fog kikerülni a drogokból. És egyébként ennyiben a film szerintem elég felszínes, hogy ugye azt mondja, hogy mindenki, aki bármilyen kábítószert használ, az hozzájut -e ez a méreganyaghoz, ami keverékként van benne a filmben. Én azon gondolkodtam, hogy mikor volt erre idő, tehát hogy a, a kolumbiai drogültetvényekre szorták ki valami Cessna-típusú repülőgéppel, miközben mi nem láttuk, vagy, vagy ez hogy került bele például az a cuca, a, a már forgalomban lévő kábítószerekbe. Elméletileg úgy építették fel ezt a főgonost, úgy, úgy mutatták be ezt a főgonoszt, hogy ő már egy nagyon régóta a bizniszben lévő, a nagyasszony, aki annyira jól csinálja, hogy kénytelen volt beköltözni, a, 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 a hová, hová még volt az a terület. A, nem van az, az őserdő dél, közepére, dél-amerikai dél, 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 dél magyarok közepére. Romokkal, meg igen. És egyébként ő felsorolta azokat a szereket, amikbe belecsempészte. Tehát amikor kérte a, a váltságdíjat, akkor ő bemutatta, hogy extázi, fű, és egyebek, és egyebek, és egyebek. Tehát igazából annyira nem jött át, hogy ez például gyógyszerben is utazik meg egyebek. Tehát én úgy gondolom, hogyha meglátja a droghasználó társadalom azt, hogy ez, 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 az, em, ez az, asszony, ez itt meg fog mérgezni minket, és nem a, nem a a droghatással egyenértékű léptékben, hanem csak, úgy, hanem csak úgy rögtön onnantól kezdve mindenki elkezd gondolni, a, leszok, a leszokást. Nem. Tehát... ez a baj, hogy, hogy anélkül én mondjuk egész életemben néhány alkalommal füvesztem, és soha semmi keményebbet nem próbáltam ki, nem is volt a ambícióm. De abban egészen biztos vagyok, hogy ha az ember bármilyen komolyabb kábítószerhez nyúl, akkor nagyon nehéz annyival elintézni a dolgokat, hogyha majd jövő héten majd nem fogok heroinozni, majd jövő héten nem fogok kokainozni. Tehát hogy ezek a szerek eleve úgy vannak kitalálva, hogy nyilván van, aki hogy mondjam, társadalmi státuszából fakadóan például jobban megengedheti magának a jobb minőségű kábítószernek a használatát, aminek mondjuk később jelentkeznek csak a, a, a mellékhatásai, de aki mondjuk Bronxban él az utcán, és ott veszi a, a felhipózott narkót, az például előbb meg fog patkolni, tök mindegy, hogy mennyire szennyezett, vagy nem szennyezett az a dolog. Hiszen a kábítószer pont azért egy tök veszélyes dolog, mert az addikciót azt nem tudod egy idő után ö, és, és érzékelni magadon. Teljesen, teljesen értem, amit mondasz, és igazad van, viszont itt most arról van szó, hogy ugye akkor van ez a drogos társadalom, droghasználó társadalom, akik továbbra is fogják használni a függőség miatt. Viszont ezek el fognak fogyni, már csak azért is, mert, hát csúnyán fogalmazok, de kihalnak. Éltem, Innentől éltem. Itt, itt a legjobb, leg nem lesz utánpótlása a fogyasztóknak. Hát nem Viszont hát mén, mén, az közérdek. Azért, mert... Hát azért, mert egyszerűen nem fog mindenki át fogja gondolni, hogy most ez a nő bármikor megmérgezhet engem, lehet, hogy inkább mégse kérek de, a füves De cílidből. gondolj bele, ez a nő, ő ő most meghalt. És telnek el az évtizedek, és mit, hogy 20, 30, 40, 50 év múlva az emberek elfelejtik, hogy érted, hogy hogy ilyen, ilyen történt. És De én, e én értem a e e szerintem, problémáját. Szerintem, nem szerintem ez egy történelmi pillanat egyébként. Mint ahogy az is, hogy itt az elnök például egy ilyen hatalmas arénába, rá, külön rá, személyre szabott rácsokban pakolta egymás hegyén hátára az, az ember Na ez az. Ö, a, ugye a filmben az elnök azt mondja, hogy hát meg fognak halni a drogosok, nem egyezkedünk terroristákkal, és egy stadionba, igen, ilyen kis rácsokba gyűjtik össze a drogosokat. Na most gondolj bele, hogy beleköttök abba, hogy hogy került bele az anyag a drogba, hogy lehet az, hogy mindenkinél pont akkor kezdett el jelentkezni, nem, nem előbb, nem később, nem voltak ilyen csúsztatások. Szóval gondolj bele, hogyha kihozzák az új kólát, akkor a polcokon még ott van a régi kóla, és szóval hogy mindenkinél egyszerre kezdődött el az új, de mindegy, és hogy nem tűnt fel senkinek, hogy, a, hogy az elnök, vagy nem tudom, a hadsereg ilyen ketrecek tízezreit vitte be egy stadionba, vagy föl, mikor építették föl a ö, rácspakolót a stadionnak a tetejére, Honnan volt a rengeteg drón, és ö, hogy nem tűnt fel senkinek, hogy valaki rendel 10 millió drónt, amivel a végén kivitték az ellenanyagot? Nyilván most, mert nem azért mondom, csak hogy, hogy, hogy ezek pipkus olyan részei egy ilyen filmnek, amiken szerintem úgy átsiklik az ember, mert hogy ö, ez ilyen... Azért értem a Robinak a problémáját, mert ö, alapvetően ugye itt, ami, ami nehéz a kivitelezésben, az nem az, hogy hogyan fogja, fogom én a, akármilyen mérgemet beleinyektálni a, a, drogfogyasztóknak a, a szerei közé, hanem az, hogy azok, akik drogot fogyasztottak eddig, bármilyen függőségük volt, és azt látják egyébként, hogy ebbe beledögölhetnek egy nap alatt, mert hogy ez a méreg olyan gyorsan hat, vagy nem tudom hány nap alatt, azok nem azt állítja Robi, hogy azok nem akarnak majd ö, cuccot venni, még akkor sem, hogyha ez a nő kvázi eléri a legalizációt. De szerintem itt azzal van a probléma, hogyha egy ilyen fiktív helyzet adódna, akkor az a közérdeket fogja szolgálni, hogy hogy mondjam, hogy ne, ne legyen ilyen ö, szinten leuralva a drogpiac. Ez a másik problémám az volt, legalábbis abban látom a, a logikátlanságot, hogy ez a bejelentés úgy általában nem fogja újra termelni neki a, a felhasználókat. Tehát van, lesz egy réteg, ami, amiből ő gazdagszik, vagy vagy akit ellát, de az kihal. Ez, önnettől... ez olyan, mint az előző filmben, a, ugye a mobiltelefonon keresztül jött a, az izé, az akkor egyébként... ennyi, ennyi erővel az, az is lehet, hogy az emberek utána nem vesznek többet mobiltelefont, mert hogy, hogy majdnem meghaltam mert a mobiltelefonok sugározták azt a frekvenciát. De ez, egy, izé. egyébként, igen, ez egyébként egy reális dolog, de itt nem az volt, de ott annak a főgonosznak, hogy hívták? Na, a Samuel L. Jackson, Valentine, Valentine igen, Valentine. aki szerintem... Ö ki a Facebook tulajdonosa, Zuckerbergnek volt, a, volt a, nem tudom, a tükörképet az vagy, igen. kávé. Igen. Na, na, szóval ott nem az volt a cél egyébként, hogy itt bárki is vegyen újra mobiltelefont, ott az volt a cél, hogy a pusztuljon a férgese. Igen, tudod az egy másik. Más, mert, más, mert, volt a motiváció. motiváció. Értem, ny nyilván teljesen, teljesen valószerű szerintem, nyilván, hogy valaki átmegy egy ilyen traumán, hogy majdnem meghal, akkor nyilván motiváltabb a, a leszokásra. Szerintem de... nem. Pont ez a bajom ezzel. Nem hogy nem azt mondom, hogy mindenkinél, de bizonyára azért azért sokan azért ö, inkább nem tudom elmennek egy, egy ö, ö, nem tudom a milyennek a neve, ami nem detoxikáló, hanem elvonó. Ilyen elvonó elvonóra. Ö, másfelől meg szerintem egyszerűen szó szóval az van, hogy történem azért eléggé ismétli magát ahhoz, hogy, hogy ahhoz, hogy egyszer történik egy rossz dolog valamivel kapcsolatban, az nem azért, hogy az a rossz dolog soha többé nem fog megtörténni, És az emberek nem fogják azt, hogy, hogy mielőtt belegondolnának valamibe, fölcsapják a történelemkönyvet, és ó, tényleg ez azért rossz ötlet, mert 600 évvel ezelőtt ugyanezt valaki kipróbálta, és ő is megszívta, hát akkor én nem csinálom meg. De megcsinálom, mert kitérdekem mi volt 600 évvel ezelőtt, mert én jobban tudom, mert velem nem történhet meg. Túladagolni mindig mások adagolják túl magukat, én, én aztán soha nem részegen vezethetek, csak másoknak lehet autóbalesetük, nekem nem lesz. De szerintem ettől az alapvetően vidám és eszképista James Bond-jellegű kalandfilmtől elég sötét vizekre eveztünk át itt. Akartam, akartam. És pont ez az egyik legnagyobb problémám egyébként, hogy, hogy annyira sok ilyen fajta problematika van ezzel a filmmel, amin egyszerűen nem tudunk átsiklani, mert hogy baromság. Ezzel szemben az első részben a legnagyobb állatságot is könnyen elfogadja az ember, mert valahogy a logika annyira jól következik a jel jelenetről jelenetre egymásból. volt. Én nem akadtam fenn az első részben ilyenekkel, hogy hogy lehet az, hogy egyszerre nem tudom hány ember hirtelen megbolondul és agyon egymást. Hát azért, mert ez volt mindig is ennyi volt a cél. És merőben más a két főgonosznak a, a, az indítéka. a Értem amit és Én ezt, ezt, ezt érzem nagyon a Kingsman 2 hogy ilyen nagyon kezenfejje a legtöbb karakter, ilyen nem nagyon kitalált, ilyen ügyetlen, ügyetlenek, bénák, nem nem, 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 jók. A, a Kingsman első része az ö, tényleg határozottan jobban volt megírva, és amilyen dolog volt benne, hogy hogy lehet az, hogy mindenkinek ugyanaz a mobil szolgáltatója a világon, szóval azért még most sem tartunk itt, hogy egy ekkora monopólium lenne, de ott nyilván ö, Elfogadtál ilyen néhány dolgot, hogy ez a film világán belül megtörténik, és megtörtént. És nem csak azért, mert az ember azt mondja, hogy nem foglalkozik ezzel, ott igen ott karakterszinten is jobban meg volt írva a dolog. Például ott a, ugye az egész film arról szólt, hogy a főszereplő töki a magyar fordításba, ugye? Pedig, pedig e, egyébként pedig a to sokkal <laughs> sokkal. Hát mert Egzinek hívják angolul, igen. az meg. Az meg tojcsi igazából, ja, meg a tojás. Ja, igen. ugye arról szólt, hogy a karakter úgy megtanulta, vagy, vagy rájött, hogy nyilván nem a származása határozza meg, hogy nem az, hogy mit tudom én, a gettóba született, és akkor ilyen, ilyen gettó gangster arc lesz, hanem lehet belőle értelmes, elegáns, ö, felnőtt, ö, aki nagyra hivatott, úgymond. Ö, és ez adott az egésznek egy ilyen drámai ö, alapívet, ö, Na most Ilyen gyakorlatilag teljesen hiányzik ebből a filmből. Gyakorlatilag a karakterek ugye nem lépnek egyről a Jó, kettőre. Szerintem ebbe már erre nincs szükség. Tehát én a véleményem szerint a, a, tökinek már majdnem túl akartam mondani, nekem annyira szimpatikusabb a dolog, na mindegy. a töki egyébként szerintem egy abszolút sablonos életpályát jár be a film felépítésében, tehát amit nagyon sok, minden, nagyon sok helyen, vagy nagyon sok filmen már előnek. Nekem ez ennyire, ennyire nem jött át. Én úgy kezeltem az egész, az első filmet is, hogy ez egy nagyszerű akció lesz, ahol, ahol, ahol majd fognak jókat verekedni, meg jókat lövöldözni. Szerintem azért látják, látjátok, és sokan a, a, kritikusok között is látják jobbnak az első részt, mert, mert ott tényleg az újdonság hatása, az a vérfrissítés, a nagyon zord James Bond után egészen a, 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 a Born ultimátumokig, hogy, hogy na végre valami, ami szórakoztató, ami ismét menővé tudja csinálni a, a, a kémfilmeket, mert ugye ebből azt látjuk az összes újfajta James Bondból, ugye, ami, ami, ami egy az egyben leképezi ezt a, ezt a betmeneskedést, hogy most nagyon szomorú mindenki, nagyon rossz, és hogy, hogy szar kémnek lenni. Tehát ez, az, egy, az, egy, az az egy olyan munka, a mint, a, mint a, 20 órán keresztül betonoznál folyamatosan, aztán hazamész, hazamész 3 órára aludni, hogy elkezdődjön Nem 20, a... nem 20, mert 18, mert a 19 edikbe tarkol lőnek. Vagy a rengeteg... Vagy, rá... vagy, a rengeteg cigarettától dohányrákot kapsz. Dohányrák? <laughs> mi <Milyen, milyen> a <laughs> dohányrák? Hát, hogy a, dohányon, 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 a így, így, így dohányos, a dohányos, dohányos így, így, a cigét, és kijönnek rajta ezek a kelések, meg minden. Nem, mi? nem ez amúgy abszolút benne, ott benne volt az újdonság és nem azt mondom, hogy az első résznek volt egy forradalmi e, ánája, ami a ember, hogy hú, de ez milyen érzelmes, de ott volt egy olyan alapvető, lehet, hogy patlani, volt, igen. de egy jól végigvezetett történet, ami adott valamit, szóval, hogy a, szólt is valamiről a film, azon kívül, hogy megmentjük a világot. A második részben az egyetlen drámai, vagy két drámai szál kezdeményezés van. Az egyik, hogy ugye visszatér, és ez nem spoiler, mert benne van az előzetesbe, a Colin firth a karakterek kiderült túlélte az előző részben a fejlővést, és lehetne nyilván egy ilyen drámája, hogy a film elején még amnéziás és hogy hogy talál vissza a saját ez, ez egy ilyen nagyon el szóval gyakorlatilag fel sincsen skiccelve, gyakorlatilag egyik pillanatban még nincs a toppon, aztán már igen ö, illetve ugye a Exzinek a ö, összejött a film végén a svéd hercegnővel a van. és most hogy elkötelezze magát ne kötelezze magát, de ez szóval nekem ez annyira kiesett a filmből ez a rész, amikor ez a romantikus szállat, annyira fölöslegesnek éreztem, hogy úgy, úgy csak úgy be volt tuszakolva, hogy, hogy legyen valami, valami tétje, valami személyes tétje a filmnek, de annyira nem tudom, olyan fölös, erőltetetnek éreztem az egészet, és fölöslegesnek, és emiattán kicsit hosszúnak is, mert hogyha ezt a részt kivágják, szerintem semmit nem veszít a a, a film gyakorlatilag nem volt rosszul összerakva a film szóval ö, szépen megvoltak mindig a ö nem tudom, hogy van a angolul a, van a setup, pay rendszer a forgatókönyvírásban, hogy valamit felvezetsz, bemutatsz, aztán úgymond, mit tudom én, 10 perce, 20 perc később lecsapod, és itt tök jól megvolt a struktúrája a filmnek, beosztak dolgokat, aztán mit tudom, megmutattak egy kütyüt, aztán láttuk a végén, hogy hogy használják a kütyüt, szóval nem volt ez a Deus Ex Machina érzete a dolgoknak, hanem úgy tényleg úgy érződött a Szóval nem, nem volt rossz, és tényleg szórakoztató film volt, csak azt mondom, hogy szerintem az első rész, amellett, hogy benne volt az újdonság varázsa, az, az ö, jobban volt megírva, szebb volt az íve a, a, a történetnek. Ö, itt pedig kicsit ez a, az a tipikus forgatókönyvírói, vagy nem is for, filmes hozzáállás, érződött, ami főleg valószínűleg produceri hozzáállás, hogy ami tetszett, abból most többet kapsz. Vagy nem tudom, a első hát, részben volt... Konkrét jelenetek ismétlődnek meg igazából a második részben. E igen. Egyen ugyanúgy egyen kezdődik igen. mind a két film egy autós üldözéssel. ugyanúgy van benne egy egy kocsmás akkor, a, a kocsmás szerintem kivétel, mert az például a előbbi példára van benne ugyanúgy egy kocsmás jelenet, ugyan mert menő volt, de ott például éreztem a végén, hogy annak van funkciója, mert az megmutatja ugye az egyik karaktert, hogy milyen veszélyes bedez, akivel a film végén összecsapnak hőseink. Igen, szóval de ugyanabban ahogy... a szerkezetben kaptuk meg, tehát Nyilván... annyi, különbséggel, annyi különbséggel, hogy a felvezetése egyébként az az, az teljesen a a, az, első, az első résznek az egyik legnagyobb kezdő, megnyitó jelenet, ami úgy tényleg felvezette, hogy itt, de most, amúgy itt most kapsz valamit. De, de ezért is mondom, hogy hogy tényleg önismétlő volt, és mondod, hogy szerinted ebben a részben nem kellett volna már drámaizés, és én sem azt mondom, hogy... Ö, nyilván valami külön mélyebb tartalom kellett volna bele, hanem hogy nyilván lehetett volna igen egy, egy frissebb forgatókönyv, vagy valami minimálisan jobban összemixeli a karakter, vagy valami, mert például a karakterekről gyakorlatilag egyikről sem, nincsenek karakterívek tulajdonképpen, és a, az első filmben azért vannak, szóval itt a, nem tudom, az új karakterek, akik amerikai titkosségnökök <laughs> bejönnek, ők így bejönnek, és így, így vannak, aztán így eltűnnek. Valamely... Azért azt hozzátenném, hogy a a, egy, egy elvitathatatlan érdemem mindenképp van a Kingsman 2-nek, az pedig maga Elton John szerintem. Igen, az, 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 egy, az, egy az egy nagyszerű. Igen. Az, amit ez a csávó bevállalt, és úgy, hogy az élő már régóta nincsen a pályájának a csúcsán, és valószínűleg nem ezt fogja ugyanoda visszahelyezni őt, én egy picit mindig, hogy mondjam, meg tudom egy, egy rövid időre kedvelni ezeket a világstárokat, amikor azt látom, hogy, hogy hajlandóak nyilvánvalóan pénzért cserébe, de hülyét csinálni de magukból de ez... ekkora plénum előtt, nekem az egyik legjobb ilyen élmény, amikor a, a This is the end van, amikor a Rihanna bevállalta, hogy ő a pokolba zuhanna, és nem felmegy a mennyországba, azt hiszem. Nem tudom. Az nincs nem, az ez nem? nem, nem, nem olyan a Tom Cruise mondod nem. a trópusi viharból. Nem, 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 tényleg a Rianára gondolok. De azért, szóval mondod, hogy. Jó, de Tom Cruise-nak például az a, az a szerepe az, az egy eléggé jó és stabil dolog Igen. volt. Például ott az egy teljesítmény volt. Igen. Igen. De tényleg, szóval remek, nagyszerű, szórakoztató részek vannak a filmben, de tényleg az érződik, hogy a előző részben ugye volt egy, ugye ez a levágott, vagy hát az a. Nem tudom, hogy mondják ezt olyan PC-módon megfogalmazva. A lábatlan csaj, akinek műlábai voltak, mint ilyen verő ember. Most műlába volt, vagy lábatlan volt? Mozgás korlátozott lett volna, ha nem lettek volna pengék a. Most van egy robotkezű csávó, ugye? Amit egyébként a Bionic Commando nevű videojátékból örökítettek át, ebben biztos vagyok, mert abban pontosan ugyanez a kilövöm a kezem, Amibe, ami hozzá csatlakozik a karomhoz egy, egy, ilyen, egy ilyen vezeték által, és akkor így húzogatom az embereket vele. Ez, 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 ez teljes mértékben létezik egy Bionic Commando nevű videójátékban, nagyon szórakoztató, egy 10-20 percig. <laughs> A, a film is nagyjából ennyi ideig volt, ez az érdekes. É, mondjuk a robotkutyákat én egy-egybe kivágtam volna. Én imádtam fiam, a robotkutyákat, én ezekkel a dolgokkal meglepődtem, hogy zombi cápák, robotkutyák. Ez... Hát azt rögtön gondolom, hogy nem, nem, tényleg egyszerű film. Igen. Bármi, amit. Lesz, az azt pakoljátok bele. Nyomom magamba, nem kell nekem a magas művészet. Lézer, Lasszó és Izé, robotkutyák, és már boldog vagyok. A műfajról beszélünk egy picit ennek a filmnek, mert ugye nagyon sokan úgy jellemzik, mint kémfilm, a paródia. Ti ezzel mennyire értetek egyet? Nem tudom, aki képes leírni, tehát aki nem tudja a paródia és a szatíra közötti műfaj különbségeket, az szégyenje magát. De nézzük szerintem úgy, hogy alapvetően ugye vannak a kémfilmek, ami rohadták, szóval én nem is nagyon mondanám ezt igazából műfajnak, mert igazából a kémfilmeket annyival, annyi közös van, ha nézzük a kémfilmek egészét, hogy kémek szerepelnek benne, de hogy ennyi erővel akkor lehetne a piros jackis filmek, amiben a hősnek piros jackie van, vagy de a szárazföldön a... játszódó filmek. Szokottam, de a... nyithatunk a, a szárazföldi filmeken belül egy új alzsánát, a piros jackis filmek. Szóval alapvetően mondjuk három Kémfilm-típus létezik. Van a John Carré féle ö, Schuster -szabó baka kém, meg az Üldözött, ami arról szól, hogy emberek nagyon sokat dohányoznak, és mogorván néznek maguk elé, és, főleg és, utána, és, és, dán... és megpróbálnak megoldani problémákat. És utána... úgy, úgy, úgy hogy úgy, hogy ülnek egymásra szemben, és valami. És aztán megint dohányoznak egy kicsit. Ö, akkor van a Burn féle, ami megpróbál a realitás talaján mozogni, de akciófilm. De meg mondjuk a Mission Impossible, ami, ami. Ami nem nagyon, legalábbis mondjuk mis első Mission Impossible, amit még el tudsz valamilyen szinten hinni, hogy megtörténhet. És akkor van a Roger Moore féle James Bond, ahol már kimegy az űrbe, és a, a, vasfogú emberrel birkózik, és már De egyébként semmi... ez volt a Kingsmennek az arszpoetikája Igen. is, hogy ezt akarja behozni. Igen. és a, Újra. A, a, paródia, az nyilván az Austin Powers, ahol a James <coughs> Bondnak minden külsőségét fölnagyítják parodisztikusan. De egy pillanatra nem tud elhinni, hogy ez, ez komoly film, hanem ö, minden egyes pillanatáról, süt, hogy vicc, hogy annyira angol, hogy, hogy ott van az angol zászló a tetején, annyira brit, hogy rosszak a fogai, meg nagyon hülye ilyen szexdumákat nyom. Nyilván ez nem a kingsman a világa, mert a Kingsman-en is felnagyítanak egy csomó James Bondos dolgot, de erre folyamatosan visszareflektálnak, és mindeközben azért nem hiszed el teljesen, hogy ez egy paródia, hanem mint egy Blog nem mint egy komoly kémfilmként, hogy valóságos kémfékként, de úgy, mint egy Marvel-filmet komolyan tudsz venni, hogy vannak karakterek és van akció. Hát saját univerzumán belül, igen, egy, egy koherens, szóval akció, egy, egy akci, a akciófilmként is működik. Ezért nyilván a első Kingsman azt hiszem egy kikacsintása, megidézése, szatirizálása volt. a. 70-es évek, főleg James Bondjának, mert még a korábbi James Bondok, -ok, mint például Oroszországból szeretettel, az még kicsit komolyabban vertőként film, de főleg ez a Roger Moore-os vonalnak a. Kivéve annyira, hogy a Roger Moore sokkal elegánsabb lett volna, mint bárki, bármelyik filmbe, és sokkal jómodorúbb, mint bárki, bármelyik Kingsman filmbe, és biztos nem lett volna egy Roger Moore filmbe olyan, hogy nem tudom, hogy. Ö, hogy, hogy nem dugják például. meg a csajt, de ezt Ebben ja, is igen. biztos vagyok, hogy hogy, hogy a, a, az, az ami ugye a közhelye a James Bond filmekkel és James Bond lányokkal kapcsolatban, hogy minden nő, aki egy James Bond filmben van, az minimál, az, amit le, lefektetik, tehát hogy lehet ezt szépen mondani, de hogy, hogy igen, tehát ezek ilyen biodíszek. És csaljok, a felük utána meg is hal. És jellemzően meghalnak. Én én azért, azért, rendkívüli módon gyűlölöm nem, a James Bond azért, azért mennyi, de... Nem, Roger Moore is már, az öreg Roger Moore a uh, szigorúan bizalmasban, azért ő is meghúzta a ott volt egy 17 éves csaj, aki felajánlkozott neki, vagy egy nagyon fiatal de jó lány, fej. és azt mondta, mondta, hogy majd a következő nem részben. mondta, hogy hogy már a, nagyap, már a nagyapád lehetnék vagy valami hasonló, szóval, hogy a második része, viszont már full azt éreztem, hogy ott már nem volt meg ez a szatírikus kikacsintása a nézőre, hanem ott, ott ott fullba csináltak egy egy múrékert. Ami az a fajta, hogy a, a mondjuk egy Roger Muros James Bondon nem érzed azt teljesen, hogy ez paródia lenne, de mégse tudod nyilván úgy komolyan venni, mint egy, hanem úgy, úgy a saját maga mert, valamiére. Mert ez, nem azért, mert nem veszed komolyan, hanem egyszerűen kijelöli a saját műfajának a határait és ezeken nem lép túl Hít. egyfelül, és, és folyamatosan összekacsint a nézőjével, míg ugye a James Bond filmek ezt nem teszik meg, még az újak sem, mert, mert ezek a James Bond filmek jellemzően azt csinálják, hogy mindig a világ megmentése a tét, de hogyha nem a világnak a megmentése, akkor tud egy, olyan, olyan dolognak a megmentése a tét, amiről egyetlen egy ember tud a földbolygón, vagy maximum kettő, és ez a James Bond és ez a munkaadója esetleg a Nem, a azért van, amit áll, kétszer-háromszor. Oké, okay, csak ezzel együtt valahogy olyan szinten hiteltelen. De én fura, hogy képregényfőnöket kedvelek, és a James Bondot a hiteltelensége miatt nem szeretem, de hozzám például sokkal közelebb, állnak emiatt az ilyen Burn Ultimátum és, a, és például a Zsernakár regénye feldolgozása. A új, új James Bond filmeket szereted nem, a nem. nem. Nem, azokat sem. Most belegondolva egyébként ti kik lennétek statesmen vagy bocsánat, hát, Kingsmenek. Biztos nem a... Vagy, vagy, Zsorin vagy, vagy, táményel, vagy, MI6-es őfelsége titkos szolgálatában dolgozó James. Hát az Gondol. a fura, hogy a, a, a sört jobban szeretem, mint a... a várj, nem szeretem, és a statesmen-ek viszkit isznak. Én, én, lennék izé ő titkos szolgálatában. Én lennék. A Már, ilyen, ilyen ostoros? Ilyen ostoros, karikás ostoros. Nagy bajusszú betyár. Mi most, hogy bevezítették a statement, minden országra el lehet sütni egy spin hogy a, izé... De az oroszok bermenek lesznek. Igen. Nem, ne, ők Nem, cár nem, nem cár cár, mennek. Cár mennek mindig a, ugye a eddig a... Vagy, <coughs> a... Vagy, 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 csak szimplán Putyinok. Én, 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 én kicsit ez az egész ilyen kémfű egyébként úgy vagyok, hogy hogy, tehát, hogy mondjam, ez a kémkedés, ez nyilván a mai napig léteznek kémszolgálatot, titkos szolgálatok léteznek ö, olyan ö, munkakörök, amikről egészen egyszerűen még a filmeken keresztül sem tudunk meg mindent, mert egyszerűen olyan szinten szuper titkosan működnek. Nekem volt egy barátom, akinek az apja apjának volt egy őrzővédő cége. És ő mesélte, hogy ők több nem titkos ügynököt, de több kémet is képeznek. És kérdeztem, hogy milyen előfeltételeknek kell ahhoz megfelelni, és mondta, hogy semminek, és pont ez a lényege például ennek a cégnek, hogy bárkiből csinálnak kémet, bárkiből csinálnak beépített embert, hiszen azok a legjobb beépített emberek, akikről ugye nem tudod, hogy azok, hogyha akár csak alapul veszük például a kutyaszorítóban, ahol szintén csak van egy ilyen kémhelyzet. Ugye ott nem kémnek hívják őket, hanem beépített ügynöknek, de hát az ugyanaz tulajdonképpen. Szerintem ennek a fajta, tehát hogy valójában ez a kémkedéskor valóban beépülsz, jelentesz, majd beépülsz továbbra is, megjelentesz, hírszerzel, igen. Nyilván a kém az információt a, szerez, nem pedig a lézer puskával menti meg a világot. Igen, igen. tehát hogy emlékezzetek például a, Donny a, a Donnie Brasco című filmre, ahol ugye az a sztori, hogy a, a Johnny Depp beépül a, a, helyi maffiába, és olyan szinten magasra tör, hogy egy ponton egyszerűen jobban megéri mafiózónak maradni, mint rendőrnek, és nagyon nehezen egyezteti össze az életét. És én azt gondolom, hogy, hogy ezek a fajta filmek, amik most itt a Kingsmanről beszéltünk, meg a, nyilván a, a, Austin Powers az egy, az egy paródia. Igen. Vagy bejön valakinek, vagy nem. De, de azért mondjuk a Kingsman Hogyha szó szerint értjük a kémet, mint fogalmat, akkor az bőven nem az, mint amit a filmben látunk. Jó, azért azért nem menjünk ilyen nagyon definíció szerinti megállapításokba, azért, mert én szerintem azok is kémek, akiket eh, akcióba leraknak terepre és betörnek egy adott épületbe, és egyebek, és egyebek, és ellopják a szükséges adatot, és egyebek, és egyebek. Tehát ez, szerintem a kémség maga, az nem csak, hogy én most itt ülök köztetek, mint például nem tudom milyen podcastnek a másik műsoros gyikembere, vagy valami, és akkor itt kihallgatlak titeket, hogy ezt hogy csináljátok. A kémségnek a lényege az információs de ezekből a James Bond filmekben, meg a Kings Azért nem információt szereznek, vagy jó, egy ideig szereznek információt, de az aztán meg, meg bemennek, és izé. Terepgyakorlat. Egy, 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 egy pisztollyal hadseregeket ö, írtanak ki, szóval, hogy annyira információszerzések, mint a Schwarzenegger, a kommandóba, aki oda megy a szigetre, és letarolja az egész szigetet. hogy az... Em, emlékszem az egyik ö, idézőjeles kedvenc James Bond filmembe, talán az őfelsége ügynöke, vagy. Őfelsége titkosszolgálatában. Igen. A, <coughs> a legalábbis olyan van, nem? De... A, van mondom, van egy de. ilyen film, arra gondolok, ha jól emlékszem, abban van az a jelenet, hogy Bond behatol valami irodába, ami az ötödiken van. Ezért egy, egy emelő darús gépkocsi megáll az, öt, az épület mellett, felemelnek az ötödikre egy ilyen kisebb hűtőszekrény méretű dolgot, beküldik az ablakon, Bond előveszi, már ott van bekészítve ebbe a táskába az aznapi újság, de mondom, ez egy ilyen másfél méter széles vas cucc, és így előhúz belőle két ilyen tapadó korongot, amit így rátesz a széfre, és a, a gép az valójában egy kód fejtő per kód törőgép, ami ott így felfejti a forgótáros páncélszekrének a kunyát, addig pedig Bond ül és olvassa az újságot. És valahogy, amikor ezt így vizuálisan látod, akkor nem hiszed el, és nem tudod elfogadni, hogy kémnek lenni menő. Vagy nekem így mindig, mindig ez, ez ugrik be a kémségről, hogy ez nem menő. Hát ez egy ilyen, ez a portaszolgálat igazából, aki így a nehéz teher így á, irányító. Jó, de hogy hatod be az épületbe? Tehát Besétált, hát hogy, azt mondta, hogy nem ő, pedig ő, és akkor elhitték. Hát. És te ezt meg tudod ez csinálni? Bármikor. És honnan lesz ilyen kémfeltörő tappany? <coughs> nem, a nem tudja megcsinálni, mert róla vannak a neten videók, és rögtön látják, hát te nem is de pont, Hát pont, ha valamit el akar rejteni, azt a szem elől hagyja, egy gyártja le a videókat, és közben pedig megy törbe Mondasson. épületekbe, el ahova be tudna, izé lógni, az a Mungo Jerry-nek a, izé, mert összekevernék vele. Azt akartam mondani a James bond kapcsolatban, hogy az szerintem ez a a, a camp kép, kép film, ami olyan, hogy a tíz évesek komolyan veszik, tizenvalány évesek, és a Kingsman kettő is, hogy nézik, hogy, hogy hú, micsoda akció, de, és nem tesznek különbséget mondjuk e között, és bármelyik másik akciófilm között, mert csak a látványt látják, de a felnőttek már ez jóval ironikusabban állnak hozzá, és jobban tudják, hogy ez egy ilyen fantázia, mint a 66-os Batman sorozat, amit imádtak a gyerekek, mert izé, mert hogy jaj, Batman legyőzi a pingvinembert, és verekszik. De, de a felnőttek meg pontosan látták, hogy ez egy, ez egy paródia, hogy ezt ez nem kell komolyan venni, mert, mert vicc a 66-os batman, a, a batman film az biztosan paródia, az annyira egyértelműen paródia, hogy... De ez egy tévésorozat volt. A volt mozifilm is belőle, igen. A, a, de igen, teljesen biztos az, vagyok benne, az, az nem lehet, hogy csak annyira nem vették nem, komolyan magát a képregényt, nem. mint zsáner Nem meg batman hogy Egyrészt nyilván akkoriban sokkal kevésbé vették komolyan, de az szándékosan úgy van felcsinálva, hogy visszatérő poénok vagy megcsinálva, hogy visszatérő. Szóval az direkt stilisztikailag tudatosan van annyira túltolva minden benne, hogy, hogy az paródia legyen, hogy például nem tudom, a, a, Batman, mint a világ legjobb detektíve, ilyen teljesen követhetetlen gondolatmenetekből vezeti le, hogy, ho, hogy mi a, a Riddler rejtvényére a meg, megoldás. Mondjuk ez, 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 ebben sokat nem változott a, a Batman és a DC, lássuk be. Úgyhogy... De, de hogy az, 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 tényleg az De az, az de, ne szóval, ragudj, ne arra, hogy, ne arra, az egészet, mert de most már, ne. most már elég csak, hogyha megfelel az édesanyja neve a, Igen. A, a, az áldozatnak, és Batman rögtön tudja, hogy ja, itt jót kell Visszatérve, csinálni. szóval szerintem a, a, a vagy a, vagy a Kingsman 2, most a Kingsman 2-ről beszélek, mert ugye egy az, az mondom, hogy az szerintem az, az van, mert tudatosabban ö, komolyabb film, már olyan értemben komolyabb, hogy ott tényleg a műfai reflexió érződik, de a Kingsman 2-ben nincsen már műfai reflexió, hanem szintisztán ebbe a nagyon furcsa 70-es évekbeli James Bond film műfajba tartozik, csak épp nincs benne a James Bond és gondolom ezért is megosztóbb, hiszen nyilván egy csomó meg nem szeretik, ahogy Dani is mondta, és Mármint a James Bondot, főleg a 70-es évekbeli James Bondot, mert hogy a emberek általában a Sean connery szeretik, meg a Daniel craig ami meg a kettő között van. Azt Én meg... Én igazából nem kedvelem ezeket az új Bond filmeket, mert számomra már olyan végtelenül unalmasak, hogy itt megint is zsörtölődés van, és szomorúság, nem és, baj, és nyomottság. Nem és... változni fog. Miért? Ö, hát egyrészt, mert ugye Á, nem hiszem, hogy még a Daniel Craig alatt, de általában a James Bond filmek úgy mennek, hogy mindig túlkompenzálják, vagy, vagy valami tört. Szóval vegyük például a Craiges példát. Az volt, hogy bejött az embereknek a realista uh, Burn Bond. És akkor a Quantum of még inkább elment a Burn Bondba, még kevesebb James Mondos dolog maradt benne, és az nem nagyon tetszett az embereknek. Akkor a skyfall al -lá látták, hogy hoho, most kezd a nosztalgia hódítani, behozunk egy csomó nosztalgikus dolgot. Az embereknek ez bejött, és akkor a spectre meg elmentek oda, hogy gyakorlatilag csináltak egy. Sean is is Bond filmet, annyira rámmentek a nosztalgiára, hogy megjelenik a Daniel Craig, és ugyanazt csinál, mint a Sean nem is szól semmit, csak megdugja a nőt, szóval, hogy ott nem is kell már ö, dumálnia a nőhöz, hanem úgy csak így, így megjelenik, és azáltal, hogy ott van, gyakorlatilag megerőszakolja a nőt, mert hogy, hogy ez a csajozása, hogy ott van, és akkor most szexelünk, és Na, Ez a másik, ami, ami engem mindig baromira zavart egyébként ebben a a, James Bond mániában, hogy, hogy tulajdonképpen egy olyan fickó van piedesztára emelve, és egy olyan fickó van, hogy is mondjam, felkelve valaminek a, az oltárán, az elegancia és a menőség és a jó ízlés oltárán, aki egyébként kizárólag Martinit bír inni, Elképesztően ízléstelen autókat és öltönyöket hord. Hát ne haragudj, az, hát az, nem. az Aston, Aston Martin, az... Ne haragudj, de ezt emiatt ízléstelen? Az a gyönyörű maradá. autó. Emellett, emellett pedig, emellett pedig, Uh, iszonyatos uh, módon tárgyasul benne minden nő, tehát nem csak a, nem csak bontlányok, hanem minden mellék szereplő nő, kivéve emmet, aki ugye adja az utasításokat, mert ő egyen fölötte van, vagy többen Akkor fölötte lehet, van hogy bondra. lehet, hogy pont emiatt utálja a nőket igazából. De lehet, hogy, de em is férfi, csak a Judy Dench játsza éppen a legújabb filmekben. De, hát egyébként, de ő, ő... egyébként az nem lehet, hogy ott van Bond, aki, ugye a munkája miatt nem tud komoly kapcsolatokat kezdeni, viszont rengeteg helyre utazik, nagyon sok feladatot ellát, és mindenhol megismerkedik egy érdekes emberrel, aki pont egy nő, és pont... De nem de erről szólnak a, szolnak, a filmek, de de Nem erről olyan... szólnak a filmek, de van ja, egy így olyan... nem lehet interpretálni az Van egy, ez egy van olyan Bond film, hát, úgy, hogy ahol a... megnősül a... a Bond egyébként. Ez az ő felsége titkos a ez az... van, Igen, a George Igen, 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 abban megnősül és ö, nem tudom, én egyszerűen ezt a Bond figurát már olyan szinten, most már több mint 50 Bond film van. De 24. Hát <laughs> több hogyha, a Roger, éve. hogyha a Roger moore filmeket és tévéfilmeket ide számolnak, Nincs akkor sokkal TV több. Ne. Nem, nem, 24. 24 van. van 24. előtte volt egy izé, egy tévés feldolgozás, de még az összes Bond előtt a, azt hiszem a Casino royát egy ilyen antológia sorozat, ilyen valami krimi antológia sorozat keretében feldolgozták. A, tudom, mivel kevered. Utána volt a egy, amikor kijött az első Bond film, a Doktornó, no, annak környékén kijött egy ilyen paródia a Casino royából, amiben nem tudom, David Niven szerepelt, meg Woody Allen is elvileg nagyon szar, illetve volt, amikor a 80-as évek elején kijött a hivatalos James Bond film, a Polipka, a Roger moore -a, akkor visszahívták a, egy konkurens stúdió, a Sean mert a, a villámgömb akció című regény, a, a Thunder, Thunderbolt című regénynek a jogai, azok kivételesen meg voltak osztva, és akkor rimékelték a Sean a Thunderbolt, és akkor egy évben kijött, két ö, James Bond film, szóval van három nem hivatalos Bond film, de azon kívül igen, van 24. Uh, én egy ével kevertem a Roger moore a volt a... az Angyal című sorozata, ami egyébként ugyanez a világ, van. tehát, hogy ugyanez a, az elegáns férfi, aki aki különböző fura szituációban megmenti vagy a világot, vagy a nőt, vagy az adott közösséget. Egyik erőse élményem az óriás hangja ellen küzdő Roger Moore, ami teljesen durván beleégett a, a tudaton és én azt tudom, hogy azt az angyalt se tudtam emiatt komolyan menni, de hogyha már angyalok, akkor a Charlie angyalai is szerintem egy tök érdekes műfai sajátosság, hiszen az is egy ilyen kém, ügynök, különleges képességekkel rendelkező emberek, akik beépülnek, beszivárognak és azért ugye az eredeti 70-es években itt Charlie Angyalai is már valahogy valami fajta omázsa volt a, a, a James Bond filmeknek. Szerintem a... Ha, e ha már omázsa egy, egy, gyors érdekesség, amit így felfedeztem, miközben készültem a műsorra, ugye 2012-ben jelent meg a Kingsman képregény, az Icon comics a, a kiadásában, az Icon Comics egyébként a Marvel tulajdona, a képregény, hogy kezdődik, nagyjából megegyezik az eleje az első részsel, ami vicces, hogy az elrabolt pali abban az alpesi házban az Mark Hemil. Ja, igen. Tehát, de, de, a képregényben, mint a hollywoodi sztár Mark Hamill. Igen? Igen, Van igen. elrabolva, wow. azt, őt rabolták el, és akkor ugye ez egy omázsa az első résznek, hogy Mark Hamill Játsz, játsza, azt, akit, azt, Az elrabolták. Az amúgy egy nagy, nagyon jó nyitás mert az egy nagyon jó James Bond paródia, az az első jelente a képregénynek, mert ugyanaz hogy megmenti a Kingsman ügynek a Mark és akkor mennek a hójáróval, üldözik őket a sielős ellenfelek, Felrobbantják őket, meg nem tudom És a végén kiugranak egy nagy szakadékba Csak ellenben a Roger moore Nekik nem nyílik ki az ejtőernyőjük És csak miután mellett Igen, van, így, így hal meg már kemény és, és, Szóval az egy nagyon jó Viszont maga a képregény, amit elolvastam az, az szerintem, most ez az a kivételes Helyzet, amikor a filmadaptáció Sokkal jobb lett, mint a, a Film, mert a, tényleg a, egyrészt a képregényben Sokkal kevésbé érződik Ezen a jeleneten kívül ez a szatírikus Él Ö, másrészt az egész sokkal kevésbé vad, szóval bármelyik a legjobb jelenet eszetekbe jut a filmből, a ö, templomi bunyó, a végén, amikor ilyen színesként robbannak fel a... Nekem a, az az első részben is túlzás volt a, egyébként, a ezt fej... annyira, annyira nem tudtam befogadni. Bármelyik, amire azt mondod az első részből, hogy az a kedvenc jeleneted, Az szinte biztos, hogy ez a film lett ö, kitalálva, mert maga a képregény, az valahogy nekem sokkal sótlanabb volt ez a ö, koncepcióhoz. Tehát nekem egyértelműen a, a jelent a kedvencem az első részből, és azzal, hogy ezt megpróbálják nagyon ügyetlenül megidézni a, a másodikban, az kifejezetten szomorú Ez volt. Ez én, én, a, én a legutolsó a jelentet, vele egyébként. én a legutolsó jelenetet azt teljesen annak értelmeztem. Tehát, hogy ugye hasonlóan van vágva, hasonló Na, a tempója. A akció jelentet, igen, a... igen, igen. Egyébként, igen. egyébként visz egyébként viszki, amikor Lent. lemészárolja a azt a nagyon sok kommandóst, aki utánuk megy abba a kis faházba, az is, az is egyébként a templomi jelenetnek a, a, fokozása. Tehát ők duplán akarták igen, ezt de már beadni ez neked. Az, hogy, hogy a, igen, a második részben nincs olyan ütős jelenet, mint az elsőben a templom jelenet, hogy, hogy, hogy amire, amire, amit tört, tényleg azt mondanám, hogy hú, ez, szóval szerintem jók az akció jelenetek. Jó, de ilyesmit, ilyesmit egyébként eddig csak a John Wick csinált meg nagyon szépen. Tehát a John Wick egyébként jobban megcsinálta Szerintem ezt csomó a... olyan filmben volt, amitől nézted, hogy hú, nem azt mondom, hogy le kellett volna másolni, és nem azt mondom, hogy egy olyan jelenet, ami ugyanazt a hatást váltja ki, amikor először nézted a templom jelenetet. Nem azt mondom, hogy egy ugyanolyan jó akció jelenet, de lehetett volna érted egy helikopteres üldözés is, vagy bármi, ami annyira újszerű. Meg, megmondom, a, hát a méltatlanul elfeledett halálos iramban 8, amikor a tenger alatt járó a jégpáncél alól és a sportverdákat üldözőbe veszi. Hasonló élményben volt része, mint a templom jelenetnél, csak pont az ellenkező irányban. irányba. Egy, revers. Ennyire kínos nem lehet sem. volt a, említett filmnek a Lásiromba nyolcnak a vége, mert, mert tényleg arról szólt, hogy ott, ott, minden csak robban már, 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 már tényleg az, mint a mi az Independence Day 2 hogy már a egyik várost basszák rá a másik városra, és ebből áll a látvány, hogy, hogy, hogy az már bolygókat dobálnak egymástak, hogy, 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 ez még nem elég nagy robbanás, mit lehetne még fölrobbantani, már a tejutat is fölrobbantjuk, már val, ez már elég kedves mozinéző, ez már elég látvány. ez képest nyilván nem voltak forradalmi akció ebbe a második be, de sokkal kreatívabb volt mindegyik, mint az ilyen átlag, ilyen megalomán, ilyen festent lett hogy lehet, hogy volt benne egy kis önismétlés, hogy ó, ez a templomén jelenetnek a B-kategóriás változata, de de az is ö, hiába volt baromira az a lassú csávónak a viszkinek a pálfordulása, ö, hiába volt baromi sablonos és olyan oda baszottnak érződött, hogy hú, meghalt a főgonosz, de még kell, nem tudom, 15 perc a filmből még, még rakjunk ide valami tökös lezárást, de, de mégis úgy, úgy, sokkal hangulatosabb és látványosabb volt, és szerintem ez a Matthew az érdeme, hogy ő egyszerűen egy jó rendező, és ebből a közepes alapanyagból is, alapvetően ament a második résznek a közepes alapanyagából, vagy gyengébb alapanyagából is kihozott egy olyan filmet, amint tulajdonképpen mind a hárman szórakoztunk. Igen, csak amikor amikor egy első részben megcsinálja azt a, a forgatókönyv, hogy a fő, főgonosz lelő, konkrétan meggyilkolja az egyik főszereplőt, és nincsen előkészítve, nincsen izé utalgatásra, nem felemel egy fegyvert, és lövi és ülsz a, a nézőtéren, és pis, körbe, hogy hogy most, most mi, mi lesz, fel fog kelni? De azért vagy mi, azért mi egyébként most? ki lehetett számítani, mert nagyon szépen fel volt az vezetve, ugye Samuel L. Jackson elmondja, hogy emlékszel a mi kedvenc Igen. filmjeinkben, ez általában én elmondom neked azt, hogy hogy én mit, mit tervezek, hogyan te meg valami furfangos csellel kiszabadulsz, és akkor megakadályozol benne. Na ez nem olyan film. Na, és én, 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 de én erre gondolok, hogy nem ez is tök jó, mint ahogy nekem az egyik kedvenc ilyen párbeszédem a Watchmen végén van, ahol elmondja Ozzy az, hogy hogy ugye most van az a pont, hogy, tehát, hogy ne képzeljétek már rólam, hogy én egy ilyen rajzfilmes gonosz vagyok, aki elmondja a tervet, már fél órában ezelőtt végrehajtottam. És hogy ez a whisky ügynöknek, ez a párfordulása, ez annyi helyen van lebegtetve, hogy kb. az első ilyen lebegtetésnél borítékolod, hogy igen, ő lesz az, aki majd elárulja itt a, a Kingsmeneket. És az egy nagyobb fordulat lett volna, hogyha nem árulja el. Igen, én is abban reménykedtem, hogy... Igen. hogy mert szóval tényleg annyira ö, ö, biztos voltam ez szóval annyira egyértelműnek tűnt, mert a különben, ha, ha kiderül, hogy nem árulja el, akkor az van, hogy a... Colin First karaktere, akivel szimpatizálunk, simpatizálunk, akit, akit szeretünk, mint, mint karaktert, ő a film egy korábbi pontján, még mikor nem tudjuk mi néző, hogy ő egy áruló, ő már tudja, és lelövi. Viszont ha kiderült volna ugye, hogy nem áruló, akkor az lett volna be, hogy ez a Colin Firth, ez egy pöcs, mert lelőtte a nem áruló csávót, de nyilván igen, az nagyobb Na csavar de, de lesz az, volna. az jobban illene ill nekem a kingsman ben hogy kiderül, hogy igen, hát Colin Firth pont, pont erről beszélek, hogy a a előző részbe. Tényleg ez is egy olyan jelent volt, ami kiforgatja a zsánert, ami reflektál a zsánerre, ami szembe megy a műfaj elvárásokkal. A második részben tényleg ö, nincsen ilyen. Szóval, hogy az, az tényleg az, az, azt nyújtja, mint a Holt Kelte című James Bond film, csak látványosan, mert most csinálták meg, és vannak benne robotkutyák. Amit még egyébként nagyon szeretek a Kingsmanben, az az, hogy propagálja ezt az elegáns stílus, tehát ez a, ez a zakós, öltözködéses ruha teszi az embert, meg a modor, meg egyebek, ezeket én nagyon szeretem. Tehát aki kimegyek az utcára, érdekes öltözetű emberek jönnek velem szemben nap, mint nap, és olyan jó látni, hogy valaki, aki van, ami ezt adja mondtad tovább. Mondtad ezt én... a uh, commerce pulóveredbe itt ülsz velünk szembe, mert én is csak ember vagyok, nem? Csak azt mondom, hogy nagyon nagyon szeretem, hogy ezt propagálja. én ezeket a filmeket tizenévesen látom, akkor biztos, hogy hetekig utána öltönybe akarok járni mindenhova, mert tényleg szóval ezek. Én nekem ez elég volt egy ACDC koncert tehát megnéznem, hogy öltönybe akarok járni. Tudod, Angus Young. Ja, de az ilyen kisiskolás ruha. Azt hiszem, hogy azt mondod, hogy Jézusom, milyen, milyen prolik ezek a rockerek, inkább a lehető leg... inkább ellentétel ezek a rockereknek, hogy öltönybe járnak. ez egyébként szerintem érdekes, hogy egy-egy hogy film milyen, hogy mondjam, emberi minőséget ö, propagál, és azt, hogy a Kingsmanben az elegancia és a jó modor az, az, az ennyire túl van pörgetve, hogy már egy ponton az egy saját maga paródiájává is válik ez a, ez a fajta mentalitás. Ez szórakoztató. Én magamat például a szónak hagyományos értelműben nem tartom egy elegáns embernek. Nem, nem járok vasalt nadrágba, meg, meg élére hajtogatott inkbe. Ugyanakkor nagyon szeretek inkbe megjelenni. Tehát hogy, hogy azért itt nyilván vannak árnyalatok szerintem a, a ruha is, azért azt nem egyikünk se tudná elképzelni, hogy minden egyes helyre, ahova elmegyünk, oda ö, ilyen elegantos, hát, izé, pálcabotos embernek költöznénk, bár én szeretnék olyan öreg ember lenni, akinek van egy, egy botja, ilyen, amiben van. van egy menő kard. Én egyébként az én egy... amúgy is szeretnék ilyen az ember lenni, tehát én nagyon bírnám ezt a zöldönyös, zakós, inges cuccot. Igen, Bírom is egyébként is így is így voltam, amikor nagyon sokszor így voltam. csak nyára ezt a, a zakó Azt azért adnám fel már most is, mert ugye nagyon jól körülszigeteltem magam télére. Tehát... A Archer című sorozatot ismeritek? Nézitek? Igen. Van, van egy kis animációs film egyébként, hogy Archer találkozik Tokivel. Ugye az Archer és a ö, mindkettő ugye egy ilyen túltolt James Bond, de a a James Bond filmek és a James Bond karakterének a pozitív tulajdonságait ö, nagyítják fel, hogy elegáns, hogy ö, angol, nem tudom még James Bondnak milyen. <laughs> a, az, az, az egy, az egy tulajdonság. És, tulajdonság. És viszont a az árcserbe, meg a, pont a, a negatívumait is, és azt meg azért lesz parodisztikus, hogy mit tudom, hogy egy csomó James Bond filmet csak a véletlenen múlik, hogy kiszabadul, hogy ö, alkoholista, mert például a könyvekben durván alkoholista, szóval ez, ez, amúgy nem hülyeség, amit mondtál, Dani, mert maga a James Bond, a Ian Flemingi regényekbe, őnek azért kurva sok negatív tulajdonsága van, de ezek a negatív tulajdonságok érdekessé teszik, mert például van egy ö, öngyűlölő hajlama. Szóval például a Goldfinger című regény úgy kezdődik, hogy azon lamentál, hogy megölt egy, egy ilyen ember, de egy ilyen tucat ellenséges katonát, és belette, nem tudom, durván alkoholista, és, és, azért szexista is, meg talán rasszista, de ezek főleg az írótól eredeztet. De a maga James Bond karakter azért az, ő, ő nagyon függ a, a, színésztől, szóval hogy a, a Sean egy full pszichopata volt konkrétan, a, a, Roger Moore ez a elegáns, jókedélyű ilyen, hát ilyen... Hát valószínűleg egyébként, a, 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 hogyha azt mondjuk, hogy James Bond, akkor polyáca. a legtöbb embernek mindig a Pierce Brosnan fog eszébe ja, jutni. A Pierce Brosnan, ő, a, ő a, a a, a kettő jó kiállású közül. Ő, ő benne, benne van ez a poes Szóval ő, ő, ő ugyanolyan pszichopata Mint a Connery De ő ad a külsejére mint a Roger Moore és, és nem pedig egy ilyen ősember Jellemével rendelkezik A a Timothy Dalton, ő, ő, az egyetlen, akit komolyan el tudok venni. Meg talán már a Daniel Craig, de a, Timoti Timothy Dalton a egyetlen, aki, akiről elképzelem, hogy ez egy, ez egy valós, mert a Timothy Dalton, ő eleve ő egy, eleve egy na, színházi színész volt, szóval neki nagyobb színészi múltja volt, mint a többieknek, és róla el tudom képzelni, hogy egy kém, ő a való életben is egy ilyen meggyötört ö, figura inkább, hogy nem mindig ez a szóvicceket mondta Koneri, hogy izé, nem tudom, hogy hogy a ö, mögöttük felrobban a kocsi, és odaszól, hogy remélem nem siettek sehova, meg nem tudom, ilyen szóvicceket nyom mindegyik mindig, amikor megöl valakit, a Roger Moore, meg aki így elegánsan átlépked a krokodiloknak a hátának, mert ugye egy szigeten ott hagyták, amit krokodilok vesznek körül, ilyen kis szigetek, és így átlépked a krokodilok hátán, és közben így zakóba érted. Szóval, hogy egyiket sem tudod elképzelni, hogy való életben létezne, és a Timothy Dalton az egyetlen, akit, akit el tudok, szerintem egy nagyon alul értékelt Bond, és főleg mert a második Bond film az gyakorlatilag egy 80-as évekbeli akciófilm film szintjére vitte le a Bondot, mert ugye a Bond mindig reflektálta a Hát a Hát akkor igen, hogy amikor voltak a Black Exploitation filmek, akkor benyomták Bondot egy Black Exploitation filmek. Kijött a Star Wars, felküldték Bondot az <coughs> űrbe, jött a Born film, akkor jött a Casino Royale, szóval mindig, és a 80-as évek végén a Timothy Daltonból meg csináltak egy ilyen James Bond vice-t gyakorlatilag, de... Nekem pont ez az egyik ilyen, hogy mondjam, problémám, hogy tehát, hogy a kémek még akkor sem olyanok, mint hogyha, hogyha a Timothy Dalton egy nagyon jó színész, és így közel áll a, a, a realitás én, én, eleve magát a műfajjal nagyon nehezen kezdek bármit, szerintem tehát, hogy nekem mindig előbb van minden más műfaj, mint a kémfilm. Mert film. mert szerintem a kém az egy figura, és az nem feltétlenül jelöl. Tehát hiába, hogy le tudjuk írni bizonyos filmekkel, meg, meg sorozatokkal, a, a, a figura az, az erősebb jelenség, mint ez a filmes műfaj, hogy kémfilmek mert hogy egy háborús filmben lehetnek kémek, egy science fictionben lehetnek kémek, de egy kémfilmben már nehezebben képzeled el magát a science fictioni figurákat, vagy, vagy nehezebben képzeled el azt, hogy James Bond második világháborús nem tudom, túlélő katonák közé, mert nem tudom. Tehát, hogy valahogy... de most itt ilyen, ilyen műfajoknak a keveredéséről Igen, kezdtél én... el már értekezni, tehát most nem értem, hogy miért kellene Jamesonnak második világháború. Ne, 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 nem, pan, én, én azt mondom, hogy, a, hogy maga a karakter, mint kém, ami tök mindegy, hogy Bondnak hívjuk, bőrnek hívjuk, vagy vagy Ex nek hívjuk, az a maga a figura, mint, mint uh, filmes jelenség, az előbb fordul elő más filmes műfajokban, uh, de mi mondjuk nevezzük irodalmi figurának a kémet, uh, és az előbb fordul elő más filmes műfajokban, mint hogy maga a kém, mint figura, az kijelöljön egy műfajt. Hogy Igen. ez meghatározza a műfaj sajátosságokat. hogy nem is a kémfilm az nyilván az Hiszen, hiszen a, a, Star Wars negyedik részében is van egy kém például, ugye a birodalmi kém fekete csuklyás csávó. Ja, igen. Tehát, hogy érted, kémek annyi, annyi helyen előfordulnak, de önálló műfajt nagyon nehezen alkotnak. Ezek kiragadott példák, amiket felsoroltunk, sokkal többet nem is tudnánk mondani egyébként. Ugye James Bond az önértéken egy műfaj. Tehát, hogy annak nincsen párja, az nem, nem, nem írható le más filmekkel a James igen. Bond, a James Bond az James Bond. Előtte sem volt uh, ilyen kaliberű uh, figura ilyen pozícióban, és utána sem volt. Az, hogy hogy, hogy egyébként, meg a legtöbb ilyen film, ami, ami valahogy így uh, megidézi ezt a műfajt, az nem a műfajt idézi meg, hanem a James Bond filmeket idézi meg, Igen. és pont. Nem mondtuk el egyébként, hogy mi az, mi az hogy kémfilm. Tehát mi, mi annak a kanonbeli. Hát de ez definíciója próbáltuk, mert ez az, hogy annyira. Annyira Jó, én most tár, arra, arra hogy... gondolok, hogy... tegyük fel, hogyha beírod a, a Google-be, hogy spy film, vagy, vagy, vagy kémfilm, akkor... A akkor... Wikipédián ak... felsorolja az, az, az olyan filmeket, mint a James Bond, mint a John Le Carré adaptáció. Egy műfaj kétféle képe lehet szerintem műfaj. Én nem vagyok filmesztéta, szóval csak itt okoskodok. Az egyik, aminek a hatásmechanizmusa. Szóval például a vígjátékok is beletartozik az Adam sandler is vígjáték, meg a Edgar Wrightos, meg a Monty Python, és mindhárom nagyon különböző. De mindháromnak az a lényege, hogy te, néző, neves. És akkor ö, vígjáték, mert ez az alkotók célja. Vagy a horrorfilmben, hogy valamilyen ö, félelmet akarnak rád átruházni. Ez, ez egyik fajta műfaj. A másik, amelyik a környezettől, például a Western, az ö, gyakorlatilag a vagy nyugaton játszódó filmek, vagy jó, ott kicsit vannak azokat is, mondjuk mindenféle neo westernek rendezzük, amiben western sablonok városba történnek, de azért nem western, a vagy nyugaton játszódik, vagy ahhoz nagyon hasonló például Ausztráliába, ugyanabba a történelmi korba. A fantazi megint attól fantazi, hogy egy fantazi világba játszódik, pedig nyilván a gyűrűkurának, meg a Princess Bride teljesen Princess más be. hangulata, de a Conan Egyébként, a, a, egyébként, a, szóval. a, egyébként, pont a Setét Torony is ide tartozik. Vagy igen, a Setét Torony, ez olyan szar, az bármilyen műfajban nagyon szar a Setét Torony. De nem, könyvben, de, könyben És ha azt nézzük a kémfilmet, akkor James Bond is jön, hogy James Bond jó esetben akció, rosszabb esetben átcsúszik az akció nem teljesen tudatosan, egy csomószor. Igen, de úgy, úgy, úgy nincsen olyan, szó, mint kém filmnek. Igen, tényleg ez köti őket össze, hogy kém. Szerintem ez teljesen jó, mint mondtál az adás senei, hogy, a, hogy a piros kabátos Igen. film, tehát, hogy szerint filmek, amiben piros kabát van, pont. Véleményem szerint most inkább van, veszünk elő nagy műfajokat, és akkor és akkor azokat tudjuk akkor. tudunk lebontani alműfajokra, amiben például James Bond lehet, pont Igen, egy olyan faj. Ez olyan sablont mondjuk akkor mondani, ami mindenféle kémfilmbe előfordul, ami. Ö hangulattól függetlenül olyan elemeket, amik mondjuk egy James Bond filmbe, egy Burn filmbe, egy karé filmbe mindegyikben megvannak, mert például lehetne ilyen mondjuk, hogy valaki elárul valamit, vagy hogy de ezek is... De mindegyiknek a főszereplője titokban tevékenykedik. Na, de James Bond, aki úgy köszön mindenkinek, hogy a nevem Bond, James Jó, Bond. de nem tudja róla senki igazából, hogy ő, felséget Valószín, titkos Valószínűleg MI6 honlapjára fölmész, és az első kép James Bond Igen, nem büszkék vagyunk szövegem. rá, és akkor ott, ott, van, ott van a képe. Igen, szóval. de nem, egyéb Egyébként, egyébként az összes James Bond-filmben ő mindig nagyon titkos, tehát ő benne van a kamuflásban rendesen, csak ő. Any, ő kimondhatja, azt, azt a nem Azt nem, hogy titkos exkluzív. tehát hogy a Igen, ez külön különbség, mert ugye. James Bondnak nem kell elmennie 6 kiló paradicsomot venni a hétvégi befőzéshez, de amikor elmegy egy ilyen elegáns buliba, akkor viszont tényleg mindig úgy mutatkozik be, hogy Hello, my name is Bond. De lehet, a film végére megöl mindenkit, és nem marad nyilván és, 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 a és plecska meg nem terjed, Igen. vagy egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen ilyen megerősítés torzításképpen a bűnözők egyszerűen figyelmen kívül hagyják James Bond személyét, meglényét, ezért nekik mindig ide, idegen lesz. Hiába jön a, a, a a Pablo Juárez, hogy figyeld, meg be beleakadtunk be ebbe, a, ebbe a James Bondba, ki, kibe, ki ki -ki és már nem emlékeznek <laughs> rá. <laughs> és, és vége van. Ez például szerintem hibája az egész sorozatnak, hogy James Bond gyakorlatilag, hát segpucéra mászkál egyébként mindenhol, mindig le van, leleplezi, mindig, mindig leleplezi magát, de továbbra is minden epizódban ő teljes mértékben fű alatt működik, és általában a kémfilmeknek, amiben ti nem hisztek, hogy van ilyen zsáner, én továbbra is hiszek benne, ez például nagy jellemzője, tehát mind a főszereplői ügynökségtől függetlenül nagyon titkosak. Nem, a Burn nem titkos van Burnről, egyedül -egy saját ott, magának de, ott, ott titkos. De, ott, de, a Burn, de a Burn például egy nagyon titkos, nem tudom milyen CIA szervezet képezte ki, ami aztán elszabadult. Mondok egy tök jó példát, ami egy picit tágítja ezt a a műfajt. A, a Homeland is ugye egy FBI ügynöknőről szól, aki titkosan kémkedik egy másik, aki kémkedik egy katona után, és mondjuk arra a sorozaton nem mondanám, hogy kém sorozat, hanem egy ilyen háborús pszichózisról do, feldolgozó FBI ügynökökről szóló sorozat. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen nagyon nehezen belőhető valami, de kétségtelen, hogy annak a sorozatnak is a fő nyomvonala az az, hogy van egy ügynök, aki valakiről meg akar tudni valamit, és ezt eleinte titkosan teszi. És ebben egyetértik a Robival, hogy ennyi közös azért általában van ebben a műfajban. Ettől még önértéke nem biztos persze, hogy műfajá válik. Hát ennyi lenne mára a Roboraptor Podcast. Jövő héten jövünk egy újabb nagyszerű témával innen a Metu Rádió stúdiójából. Köszönjöm, köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok. Dani, Máté és Robert volt a mikrofonnál. Sziasztok. Sziasztok! Hol volt, hol nem volt. Ennyi volt már a Roboraptor.